Üdv újra itt! Ahogy beszéltük, a mai alkalomtól kezdve ismerkedjünk meg akkor egy kicsit a hálózatokkal, hogyan is működik, mik azok a hálózatok, felépítésük, eszközök és a többi. Ugye ez lesz egy ilyen komplet sorozat. Első alkalommal, azaz most, kicsit beszéljünk arról, hogy mik is azok a hálózatok, mire jók, hol vannak jelen életünkben és a többi. Tehát a hálózat az tulajdonképpen nem más, mint olyan eszközök rendszere, melyek kapcsolatot építenek, ki egymással, illetve kapcsolatot szeretnének létesíteni egymással kommunikáció céljára. Ugye ennek a kommunikációnak lehet többféle célja. Teszem azt például adatátvitel, teszem azt videómegosztás, file megosztás, hangkommunikáció, tehát ugye videóhívástól kezdve akár e-maileken át és a többi. Ugye ez mind-mind hálózatok kiépítésére van szükség. Ugye a hálózatnak több alkotóeleme is van, ugye mondtam is, ugye több eszköznek az összessége, és ugye ezeknek az, ezeknek az eszközöknek az összessége alkotja ezt a meglehetősen bonyolult rendszert, de ne szaladjunk ennyire előre, hogy pontosan milyen bonyolult rendszerek vannak, hanem csak nézzünk egy ilyen alapvető kis példát. Ugye adott nekünk kettő darab számítógép, szeretnénk közöttük adatokat átvinni. Erre van több opciónk is. Ugye egyrészt kialak, megoldhatjuk ezt az adatátvitelt külső adathordozó segítségével, de nyilván ez problémásabb, ki kell húzni, be kell dúlni, kell egy adathordozó és a többi. Vagy a másik nagyon jó megoldás, ugye a hálózatnak a képítése. Ugye ez már csak azért is előnyösebb, mert jelenleg ugye a két gép itt van, tehát fizikailag meg tudom, hogy oldani egy adathordozó segítségével másolom át az adatokat, ám de hogyha az egyik gép mondjuk a bolygó túlsó felé lenne, akkor is meg tudom oldani ezt, csak nyilván nem adathordozó segítségével, hanem hálózat segítségével, és ezért nagyon hasznosak nekünk ugye a hálózatok, és nem is az, hogy hasznosak, hanem elengedhetetlenek a mai életünkben. Mindenhol jelen vannak, mindenhol ott vannak, tulajdonképpen a mai világunk, hogyha azt vesszük erre épül, hiszen elég csak abba belegondolni, hogy bármit is csinálunk, teszem azt, mint ahogy például most is, hogy videót néztek, vagy mondjuk videótelefonáltok valakivel, esetleg online játszatok valakivel, és a többi, ez mind-mind hálózaton keresztül történik, ugye, az internet kapcsolaton keresztül, illetve aki esetlegesen nem is feltétlenül használja ezeket napi rendszer szinten, azoknak is jelen van az életében, hiszen a cégek, az infrastruktúra, a közlekedés, minden egyéb, ami tulajdonképpen az életünk szerves része, a hálózatok segítségével működik. Hogyha ez nem létezne, akkor a jelenlegi világunk igencsak másként lenne, ugye elég visszagondolni az internet előtti időszakra, mennyivel másabb volt az, ugye vittük magunkkal a térképet, nem volt még GPS, nem volt okostelefon, vittük magunkkal a térképet, iránytűt, levelet küldtünk a postán, és a többi írásos formában vittük el a munkáltatóhoz a dokumentumokat, vagy adtuk le a hivatalba, egyebek. Most ezeket manapság már ugye a digitalizáció segítségével megtehetjük, és ezekhez viszont hálózatra van szükség. Nézzük, mi kell a hálózat kialakításához. Ugye, ahogy említettem, ez több eszköz rendszere, ami felépíti ezt a hálózatot. De nyilván ezek már egy kicsit bonyolultabb hálózatok. Nézzük most egy teljesen alaphálózatot. Ugye az is megoldható, hogy a két gépet, hogyha ugye fizikailag itt vannak, közvetlenül kapcsolom össze. Tehát jelen pillanatban az is elegendő lenne, hogy egy kábel segítség, vagy egy adatátviteli közeg segítségével Át, összekapcsolnám őket, ugye a hálókártyáikat, és ezáltal már az is egy hálózat, hogy a két gép össze van kötve, és kommunikálnak egymással. Ez egy végtelenül egyszerű hálózat. Igen, nem? De nyilván manapság már nem ilyen hálózatokat építünk ki, hanem ugye több gépet kapcsolunk hálózatba, vagy akár ugye elég csak az otthonunkra gondolni. Nem csak kettő számítógépünk van otthon, esetlegesen hanem a családban, akár ott vannak ugye az okos eszközök. Most már ugye mindenben van hálóz, hálózati lehetőség, az okos villanykörtétől kezdve, okos hűtőn át, bármi egyéb. Ugye ezeknek ahhoz, hogy tudjanak kommunikálni egymással, illetve velünk, ugye, az okostelefonunkon keresztül, ugye ehhez is hálózat kell, és itt jönnek képbe nem csak a hálózati közegek, mint a kábel, optikai kábel, UTP kábel és társai, mert ezekre is kitérünk ezekre is későbbiekben, hanem itt jön képbe az, hogy vannak olyan nagyon fontos hálózati csomópontok, hálózati eszközök, amelyek ezt a kommunikációt biztosítják, illetve ezeknek a kommunikációknak a kiépítésére szolgálnak. Miért van ezekre szükség? Gondoljunk csak abba bele, hogy teszem azt, sétálsz az utcán, és szembe veled egy külföldi, aki kérdez tőled, bármilyen, aki segítséget kér tőled. De most abban az esetben, hogyha ő teszem azt mondjuk, angolul beszélte, pedig nem tudsz angolul, de ebben az esetben ugye nincs meg a megfelelő kommunikációs rendszer, azaz nem tudtok kommunikálni. Na most ahhoz, hogy viszont ez működőképes tegyen, neked tudnod kell angolul, vagy neki kéne tudnia magyarul. Ugyanez igaz a számítógépes hálózatokra is, ugye az, az eszközök nem feltétlenül tudnak egymással közvetlen kapcsolatot teremteni, illetve ugye nem mindegy, hogy hol helyezkednek el, és ezekhez vannak nekünk az úgynevezett hálózati eszközeink, mint például a router, switch és egyebek, amelyek ezeknek a kommunikációknak a kiépítésére, a fenntartására, a felépítésére szolgálnak. Tehát tulajdonképpen ezeknek az eszközöknek a segítségével történik meg a kommunikációnak a kiépítése és az adatoknak a továbbítása, közlése. Ugye milyen eszközökről beszélek? Ugye vannak az alapvető kis hálózati eszközeink, mint a switch, és szimpla, egyszerű elosztó, illetve van nekünk a routerünk, mint forgalmi ezek az eszközök manapság az otthoni környezetünkben is megtalálhatóak, hiszen ugye a szolgáltatótól, ha vásárolunk internet előfizetést, hiszen szeretnénk ugye csatlakozni a világhálóra, akkor ilyen routert, illetve ehhez hasonló routert kapunk a szolgáltatótól, mely tartalmazza azokat a beállításokat, melyek nekünk szükségünk, van, hogy felcsatlakozzunk az internet hálózatra, és kapcsolatot tudjunk létesíteni másokkal. Ezekről később részletesen fogunk beszélni külön epizódokban. Most itt még említsük meg azt, hogy milyen hálózatok is vannak, milyenek léteznek. Legtöbb esetben nagyságrendileg különböztetjük meg a hálózatainkat, tehát vannak a LAN hálózatok, mint Local Area Network, ami azt jelenti, hogy egy lokális, egy helyszíni hálózat. Ilyen hálózat például az otthoni hálózatotok is, hogyha azt vesszük, hogy a otthon, szám, otthon van több okos eszközök, tévé, telefon, tablet, számítógép és a többi, ugye ezek a lakáson belül kommunikálnak egymással, és ez egy teljes értékű lokális hálózat, ugye egy LAN tulajdonképpen. De ugyanilyen hálózat van ugye az iskolákban, egy adott, adott tantermen belül, vagy például egy cégnél, egy épületben, egy adott emeleten, és a többi. Tehát egy lokális helyszínt kell elképzelni. Aztán vannak a nagyobb méretű hálózatok, mint a Mon, ez a Metropolitan Area Network. Ezt úgy kell elképzelni, hogy például ugye a csomópontoknak köszönhetően olyan nagy területeket fednek le, mint például egy adott városban egy kerület, vagy akár egy teljes mértékű város hálózatát tekintjük ennek, hiszen ezek is egy nagy, a globális hálózatot tekintve, ez is egy nagy csomópontnak tekinthető, hogy abban, azon a városon belül, azon a kerületen belül és a többi, ugye merre kell majd tovább menni az információnak. A következő nagyobb Ilyen hálózat a VAN, ez a Wide Area Network, amely tulajdonképpen nem más, mint ö, olyan nagyméretű hálózat, amely akár országokat fed le, ugye nagyobb régiókat, tehát akár több várost, hogyha egy több nagyobb régiót egybeveszek. Teszem azt például, mondjuk, hogyha megnézzük azt, hogy ott van mondjuk Amerikában, mondjuk az, áll a, 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 az amerikai államok, ugye a különböző államoknak, a, a különböző államok is tekintetők egy nagy csomópontnak, és ez a Wide Area Network, ugye van. Ez onnan lehet ismerős, hogy teszem azt, amikor ugye a routernek a hátulján megnézitek a csatlakozót. Ugye most már internet felirattal van ellátva. Régebben ide egyébként van feliratot írtak, ugye, hogy a Wide Area Network-höz csatlakozzam. És ezeknek a Wide Area network ugye vanoknak az összessége, a globális összekapcsolódása alkotja magát az internetet. Hát lényegében röviden a felépítés úgy néz ki, vannak a lanok, -ok, ugye a lokális, a lokális hálózatok, lo, több lokális hálózat összessége képez egy MANT, ugye egy Metropolitan Area ugye például egy városon belül, vagy egy kerületen belül. A manoknak az összességet tehát több várostak, több nagyobb csomópontnak az összessége képzi a van a, a létrejöttét, és a vanoknak, ugye a Wide Area pedig az összessége globális szinten alkotja magát az internetet és ez a mai világháló, amelyen ugye folyamatosan szörfölünk, dolgozunk, játszunk, szórakozunk, és a többi, ugye, vagy éppen tanulunk, mint ahogy jelenleg is. Amit még elfelejtettem meg, amit is kihagytam, az nem más, mint a PAN, ez a Personal Area Network. Itt olyan hálózatokról beszélünk, mint például a Bluetooth. Tehát teszem azt, például az okos órám csatlakozik ugye a telefonhoz, vagy akár mondjuk egy Bluetooth-os fülhallgatóval csatlakozok a számítógéphez, vagy a tablethez, ez egy PAN, egy Personal Area Network, azaz azt jelenti, hogy tényleg egy személyes hálózat, ami csak két adott eszköz között jön létre. Nagy vonalakban most egyelőre ennyit szerettem volna elmondani. A következő részekben, ugye a hálózat azért egy e, elég nagy kiterjedésű ismeret információ. A következő részekben meg fogunk majd ismerkedni részletesen ezeknek a típusoknak a felépítésével, milyen eszközök vannak a hálózatokban, végberendezések, csomópontok, kommunikációs eszközök, hálózati átviteli közegek, szabályrendszerek, protokollok, mi az az IP cím például, hogyan működik egy hálózati megosztás, hogyan működik a hálózati kapcsolatképítés, és a többi. Tehát ilyen jellegű információ fognak majd érkezni a következő részekben. Addig is remélem ez a videó is hasznos volt azért számatokra, illetve hogy adott egyfajta visszajelzést arról, hogy hogyan is kell elképzelni majd ezt a sorozatot. Úgyhogy ha hasznos volt, akkor várlak titeket a következő videóban is. Addig is további szép napot, szép estét és a többi. Sziasztok!